És akkor most a 7.-8. leckét próbáljuk meg bemutatni. Itt mindenből egy-egy mozdulatot. Már a kétkezes késsel ezt a forgót az előbb bemutattam. Nagyon óvatosan, nagyon lassan. A fa rostjai ellenére a vonalat követve és lehetőleg a vonalat levágva először ezt a két köt. Ugye egyszer mindig a központi mintát faragjuk ki. Igyekszem a kamera számára látható szögbe tartani. És itt tényleg le kell lassulni a feladathoz. Ezt gyorsan csinálni nem lehet. Illetve lehet, de hogy gyorsan is és jól is, az szinte lehetetlen. Amint már mondtam, arról lehet tudni, hogy jól dolgozom. Hogy ahol elmentem a késsel, ott a forgács szépen kunkorodik ki. Igyekezzünk arra, hogy párhuzamos legyen ez a vonal, mert a szem azonnal észreveszi, hogy ez vékonyodik, vastagszik. Ugyanígy megcsináljuk kívül, és akkor óvatosan kiszedjük ezeket. Itt nem nyomom be nagyon mélyen, mert kivettem itt ezt a vonalat, és könnyen kipattam, nincs, ami ellen tartson. Itt sekély késmélységgel megyek, és ahogy jövök a széle fele, késhegyét egyre mélyebben benyomom. Szép, tiszta, éles legyen. Megcsinálom itt is a vonalat. És akkor amelyik háromszögekben ilyen kis körök vannak, hármas vágás vagy ferdevágással, szépen körbe megyek, és kiszedem. Ezeknél nagyobb erő kell, de meg tudjuk simán faragni egykezes késsel is. Kétkezes késsel talán egy kicsit könnyebb. Tehát az egyszerű, még egyet megcsinál, tehát mindig arra fele haladok. Mélyen indulok a másik irányba, itt meg mélyülök ebbe az irányba. És így tovább. Ezeknél 90 fokba nyomom be. Ezt a mintát azért
szeretném megismertetni, mert régen nagyon sokat használták. Itt most 90 fokban nyomom be a késhegyét. Vigyázok, hogy a szál irány ne ellenkezzen a késsel. És ezt azért mutatom meg, mert ezt a mintát fel lehet dobni egy olyan beavatkozással, hogy a négyzetet képzeletből megfelezem az oldalaival párhuzamosan középre, és ejtek egy-egy pici bemetszést. Mind a négy irányba. Ha ezt a díszítő mintát akarom alkalmazni, akkor érdemes egy picit nagyobb négyzetet rajzolni, mert ez így bizony elég időigényes egész körbe megcsinálni. Itt nagyon kell vigyázzak, hogy ne vágjak túl mélyre, mert nagyon könnyen kitörik, és akkor így körbe megyek, akkor ilyen szép lesz a végeredmény. Amikor kész van, akkor nagyjából így néz ki. Nézzük meg a másikat. 45 fokos vágás, ferdevágás. Ebből az irányba is feldeváltás. Kis körök azért vannak, hogy ott kell kiszedni azok a részek. Közepét is ki lehet szedni, de nem muszáj. Mind a két esetben szépen díszít ez a motivum. Viszont, ahogy az előző leckében mutattam, ezeket itt egy picit kiszedjük, akkor nagyon feldobjuk a díszíteni kíván felületet. Tehát a Nimród rózsák azok közepéig mélyül, onnan kiemelem a kést. Mélyül kiemelem. És hát ugye körbe is. Itt a szál irány azt kívánja, hogy ebbe az irányba menjünk. És akkor itt most ezt is kiszedem. Itt is mélyülök a közepe fele. És egy picit ugye ívesen követem a vonalat. Ha jól dolgozom, akkor kiesik a forgács. És mondhatnám, hogy és így tovább. Itt kontúrt faragok ennek a mintának.
kis kontúrt faragok. Körülbelül 1 mm széles legyen a vonal. Itt kiszedem ezt a háromszöget. És ha a másik irányba is kiszedem ívesen, egyenesen. Itt ebben az esetben azért nem ezt a két bevágást ejtem meg elsőre, mert a vonalat már kifaragtam és itt le van gyengítve, tehát mindig a vonal felül könnyítek egyszer. Itt is már ki van faragva, akkor egyszer innen jövök. A 8-as lecke látható. Mindenkinek sok sikert, élményt a kifaragásukhoz.